tegnap már megváltoztunk ellenfel, utolsó pillanat. Mindenki játszó egy fél idő, 45 perc, és utána volt kis edzés. 8-0 volt eredmény, szerintem gyakorlottunk támadásépítés, és sikerült volt, utolsó edzőtábor nap, utolsó felkészülés mérkőzés, és összesen minden rendben volt, és tovább felkészülés hétfőtől Miskolcon. Ugye a meccs előtt tudtuk meg, hogy változni fog a program, nem azzal az ellenféllel játszottunk most, akire számítottunk, de nem vettük igazából egyáltalán félváról. Amilyen ellenfél jött, úgy készültünk, hogy szeretnénk ugye úgy hazamenni, hogy jól tudjuk lezárni ezt az edzőtábort. Szerencsére sikerült is, független az ellenféltől. Szeretném nekik ezúton is megköszönni azt, hogy elvállalták a játékot, és úgymond minket kisegítettek. Igazából tényleg független az, hogy milyen partnerrel játszunk, bele kell adni 100%-ot, ez látszott a fiúkon is, mindenki kapott 45 percet, de az is jött vissza, hogy mindenki maximálisat teljesített, és ennek ugye a végén meg is lett az eredménye. Nagyon örülök, hogy meg tudtam lőni az első gólom, egyben a másodikat is. Az első fél időben domináltunk teljesen, rámentünk az ellenfélre, nem tudták kihozni a labdát, sok támadást vezettünk, jöttek a beadások, megvoltak az érkezések, az utolsó pillanatban változott ugye a program, eddig két erős csapattal játszottunk, most egy kicsit gyengébb ellenfél volt, de összességében végig domináltuk a meccset, a második fél idő is ugyanez volt. Edzőtábor nagyon jó volt, sokat dolgoztunk, sok idő voltunk együtt, ez a legfontosabb most. Jó idő volt, három felkészülés mérkőzést játszottunk, első kettő nagyon jó ellenfél volt, látunk, hogy állunk, ez nekünk nagyon fontos most, és holnap menjünk Magyarországon, és hétfőtől tovább felkészülés Miskolcon, és várunk első bajnok mérkőzés Vasasere. Összességében teljesen pozitívan tudom értékelni, mert amiért kijöttünk, azt teljes mértékben meg tudtuk valósítani. Egy nagyon jó helyre jöttünk, nagyon jó edzőhelyeken, vagy edzőpályáink voltak. A másik két mérkőzésünkön tökéletes pályákon tudtunk játszani kemény ellenfelek ellen. Mind a két meccs elég nehéz volt, az első és a második meccsünk is nagyon kemény ellenfél ellen játszottunk, vagy ellenfél ellen tudtunk játszani. Ahogy Elibá is mondta, megtapasztaltuk a nemzetközi porondot. Fel is tudtuk igazából velük venni a versenyt. Az eredmény az most olyan lett, amilyen. Ugye nekünk az első hetünk, vagy első heteink voltak, a többi csapat már igazából benne volt a felkészülésben. Nekünk, amit szerettünk volna, azt meg tudtuk itt valósítani. Lehet, hogy a végére kicsit ugye kellett pihennünk a meccsek között. Megyünk haza szombaton, szóval jövő héttől otthon a keményebb meló úgyis el fog kezdődni. Még ráteszünk egy kicsit, mert lassan itt a Vasas elleni mérkőzés. Nagyon örülök, hogy itt lehettem az edzőtáborban. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok munka van benne, nagyon jó körülmények voltak, nagyon sokat fejlődtem, mind a pályán, mind azon kívül, és összességében nagyon jól éreztem magam.